Kérdés az lenne, hogy mi a titka annak, hogy valaki megéri a 102 évet? Sokat kell dolgozni. Mit tetszett dolgozni? Ja, Istenem, nem is jó elmondani. Dehogy nem. Mondd el. Én nagyon sokat dolgoztam. Nem vagyok parasztlány, de nem tudok olyant mondani, amit nem tudok megcsinálni. Vagy nem csinálni. Hány éves korában kezdett el dolgozni? Kislány voltam. Kislány voltam már. Mit? Hát a bátyám pék volt, a pap szegény tanító volt, de az meghalt ugye a világháborúban. Hányan voltak testvérek? 8-an. Hányan élnek még közülük? Egyedül vagyok. Egyedül tetszik élni. Egyedül vagyok. És emiért hordott ki pékár, mikor kisgyerek? Igen, akkor pékár. Lovakat hajtottam mindenén, úgyhogy mindent csináltam. Én is dolgoztam mindig gyerekkoromban. Végül tervezett. A riasztjárban dolgozott, és onnan mentem. És mióta tetszik itt lakni a Táncsics Mihály utcában? 62-ben. Akkor születtem, tehát ez tökéletes. 62-ben. És jól érzi magát itt Győrben? Ebben én jól, hála Isten. Kerületben, a Nádorvárosban? Én jól érzem magam. Miért jó Nádorvárosban lakni? Hát, mert tulajdonképpen én az őseim mindent szárhoz meg. Ugye apám győri gyerek volt. Hogy Győrben tetszett születni, ugye? Gyerek? Győrben tetszett születni, nem? Nem, Bősárkányban. Bősárkányban? Bősárkányban. És 62-ben költöztél akkor Győrben. Igen.